Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság első osztályában a második forduló mérkőzéseit bonyolították le a héten. Közvetítésünk témájául egy olyan találkozót választottunk, melyen két újonc mérte össze erejét, immár a legjobbak között. Az első osztály második fordulójában már is újonc összecsapás, hiszen a piros mezben játszó Jó Rádió 97.1 csapata a sárga mezben játszó Fehér Vízzel méri össze erejét, immár a legjobbak között. A Fehér Víz az 1B-s bajnokságot tavaly megnyerte a 2002-2003-as kiírásban, a Jó Rádió pedig harmadikként jutott fel az első osztályba. És igen, kiegyenlített volt a küzdelem a két csapat között a második vonalban, hiszen a Fehér Víz 3-0-ra verte a Jó Rádiót az egyik körben, a másikban pedig visszavágott a Jó Rádió, igaz, akkor még fészeképítők néven 3-2-es eredménnyel. Nézzük a két csapat összeállítását. Ugye, amint mondtam, piros mezben balról jobbra támad a Jó Rádió 97.1 csapata, a kapuban Spanner Zsolttal, mezőnyben jelen pillanatban 5-össel Zsidai Attila, 6-ossal Spanner György, 9-essel Őrsi József, 10-essel Buda Márton és 17-essel Spanner László. A másik oldalon a kapuban Mák Csaba, mezőnyben pedig 3-assal Lacó Dezső, 12-essel Pirka János, 13-assal Barát Balázs, 10-essel Borbély Tibor. És 8-assal Tóth Zsolt. Egyelőre 2 perc telt el a mérkőzésből gól nélkül. Spanner, Mák kapus húzza le a labdát. Borbéra Buda érkezett nagy lendülettel. Buda Márton veszi le a labdát, Borbély Tiborral csatázik. Borbély tavaly is az első osztályban kergette a labdát a Total Food együttesében. Aztán a nyáron ő eligazolt a feljutó Fehér Vízhez. Spanner László. Barát. Spanner György tisztázott. Tóth bedobása. Spanner László lépett közbe. A Jó Rádió nem ismeretlen az első osztályban. Ahogy már említettem, fészeképítők néven már szerepeltek a legjobbak között, mégpedig a tavaly előtti kiírásban. De huzamosabb ideig nem tudtak megragadni. Ebben a pontvadászatban. Barát. Spanner Zsolt védett, és aztán Zsidai szabadított fel. Spanner László. Lágyan tette tovább Őrsinek. Nem értették meg egymást. Őrsi szerette volna, hogyha Spanner tartja a lendületét és tovább fut. Zsidej. Spanner László. Zsidej kapja vissza. Buda érkezik labdáért. Spanner László. Őrsi. Tartja a labdát 3 sárgamezes gyűrűjében.
szabad rúgás. Kilenc méterre a kaputól a labda. Őrsi gurította le Spannernek, a lövés azonban elakadt a sorfalban. A hatodik perc elején 0-0 az eredmény. Mindkét csapatban történt némi változás a nyáron. A 2002-2003-as együttesekhez képest a Jórágyó csapatában a névváltozás mellett érkezett Buda Márton a Trágból, valamint Kális Sándor és Somogyi Szabolcs. A másik oldalon a Fehér Víz csapatában Pirka János, Borbély Tibor, valamint Király László és Tamosi László csatlakoztak az együtteshez, mint új igazolások. Barát bedobása. Buda fejelte le. Spanner György lövése. Mák védett. Spanner László bedobása. Buda veszi célba a kaput, de levágódik a labdája. Tóth Zsolt állta útját a lövésnek. Spanner László szöglete. Át a túloldalra Zsidejnek. A fejest nem tudta irányítani a Jórádió játékosa. Tóth. Zsidej. Őrsi. Buda, Borbély lépett közbe. Spanner László. Őrsi. Lacó tisztázott. Spanner bedobása. Nem talált csapattársra. Zsidej. Tóth. Barát tette tovább egyből. Pirka nem tudott vele mit kezdeni. Zsidej bedobása. Őrsi szelidíti meg a labdát. Nem volt pontos a passz. Zsidej bedobása. Szabálytalan. Fordulhat a Fehér Víz. Tóth Zsolt kezében a labda. Nem volt rossz a lövés, Barát próbálkozott. Spanner Zsolt védett. Borbély. Pirka. Spanner László lépett közbe, Buda. Borbély szorosan őrzi Buda Mártont. Spanner György. Buda. Jó labda. Az elképzelés nem volt rossz, egy picit azonban hosszú volt. Spanner György passza, labdája Őrsi felé. Így kimaradt a helyzet. A tizedik percben továbbra is 0-0 az eredmény. Borbély szabadít fel. Spanner György. Őrsit előzte meg Lacó. Tóth. Kint volt már a labda.
Őrsi. Borbély. Buda. Borbély keresztezett. Ez a bedobás nem volt túl jó. Mák kapus ölelte át a labdát. Tóth. Buda fülelte rá az átadást. Aztán eladja a labdát. Zsidej. Spanner László. Zsidej. Borbély lépett ki. Zsidej húzta vissza a mezét, de mehetett tovább a játék, hiszen Tóth Zsoltnál volt a labda. Így előnyszabályt alkalmaztak a játékvezetők. Spanner László labdája elakad, ismételhet. Tóth. Barát finom megoldással tette ki a labdát oldalra Tóthnak, és megállítják a játékot, hiszen egy pirosmezes játékos a jégen. A jégen? A pályán, a földön. Én nem láttam különösebb szabálytalanságot, valószínűleg rosszul lépett Spanner György. És letapadhatott a bokája. Őrsi sportszerűen visszaadja a labdát, és hetes számmal Véger István a jó rádió csapatában, mint csere. Borbély. Spanner Zsolt védett, és aztán Buda Márton tisztázott szögletre rúgta a labdát. Borbély, kapás, lövés, a labda elkerülte a kaput, jócskán fölé szállt. Spanner Zsolt kirúgása. Elpattog a vonal mellett. A 13. percben járunk, gól nélkül. Igazán komoly dolga nagyon még nem akadt a kapusoknak. Borbély, de szép akció volt. Spanner Zsolt védett. Egyik csapat sem kezdte jól az első osztályú bajnokságot, hiszen az első fordulóban a Jó Rádió 4-3 arányban kikapott a Bádogostól. A Fehérvíz együttese pedig kissé demoralizáló vereséget szenvedett a Fevita ellen. 8-2 volt akkor az eredmény a Fevita javára. Víger tette ki. Ott azon a területen nem volt játékostárs. Sem csapattárs, sem ellenfél. Zsidej. Őrsi. Lacó érkezett tisztázni. Buda. Spanner. Borbély érkezett és pattintotta a labdát vissza Spanner László lábára. Így jöhetnek a sárgák. Még egészen mostanáig, hiszen hosszú volt a labda Tóth felé. Spanner. Buda. Víger. Rossz helyre. Borbély. Tóth.
Liger. Őrsi. Vacó tisztázott. Őrsi bedobása. Tóth saját kapusa elől húzta ki a labdát. Szabadrúgás a Fejér Víz javára. Mindez a 16. percben. Lacó. Tóth. Megpróbált centerezni, de középen csak Véger volt található. Ez már kint volt. Spanner László. Megpattant a labda, Borvéi. Barát. Rosszul vette át. Őrsi. Ez jó. Spanner László. Tóth Zsoltban akad el. Spanner bedobása. Viger fölé. Borvéi. Viger. Spanner. Pirka hátrál. Az elejének pedig nem volt jó a labda. Pirka. Az elejé lépett közbe. Tóth. Lacó. Fölé is, mellé is veszélytelen volt a kapura. Viger. Őrsi. Tartja a labdát. Viger. Spannertől kapta vissza. Megzavarta kapusát, Barát egy pillanatra. Máknak kellett szögletre ütni a labdát. Vigerbe középre, Őrsi lábáról pedig lassan gurul a labda Mák kapus felé. 19. perc, még mindig nem született találat a mérkőzésen. Kint volt már ez is. Tóth. Távoli lövés, Spanner Zsolt véd. Barát bedobása. Tóth. Ez szép akció volt, óriási lehetőség a Fejér Víz előtt. Pirka lövését azonban hárította Spanner Zsolt. A Jó Rádió kapusa, de kellett hozzá a bal kapufa segítsége is. Spanner László, ez sem volt rossz löket. Nem sokkal került el a kaput. Sőt, úgy tűnik bele is ért a kapus, hiszen szöglet lett a dologból. Felszabadul a Fejér Víz kapuja. Viger. Zelei. Zsédej. Viger. Zelei. Őrsi.
most tette be középre, Barát érkezett vissza, Zsédellyel együtt, szöblet. A fehér vízi a labda, Pirka íveli előre Tóth felé, Spanner László húzta vissza a labdát higgadt mozdulattal, Víger. Őrsi helyezkedik, de nem jut el hozzá a játékszer. Barát lépett ki jó ütemben. Csere közben a Jó Rádiónál. Zsédely helyett Kolár a pályán. 33-as számmal. Pirka. Borbély húzódott fel, Spanner figyelt rá. Lacó. Csere a fehér víznél is, Németh Attila 6-os számmal a pályán. Barát Balást váltotta. Németh. Tóth. Távoli lövés, Spanner Zsolt piszkált bele. Így lett szöglet az akcióból. Lacó. Nagy bomba a kapu mellé. Víger. Őrsi. Egyből tette tovább. Spanner azonban nem érkezett a labdára. Spanner bedobása, Lacó húzta ki a labdát. Kolár, Zelei, Kolár ismét. Előre ívelt labda, Őrsi elől Tóth Zsolt fejelte le. Kolár ismét fel a magasba, Németh, Borbély, Pirka középen három pirosmezes gyűrűjében, aztán Víger szerzi meg a labdát. Spannert futtatja a jobb oldalon, Zeleiről ment ki a labda, mégsem. A Jó Rádió dobhat. Spanner László bedobása, Őrsi egy picit lekésett. Kolár állította meg Pirkát. Zelei. Spanner. Kolár. Zelei. Két sárga mezes érkezett rá, el is vesztette a labdát. Németh. Pirka háta mögé. Kolár. Tóth mellett tette tovább, Őrsét pedig Lacó viszi le egy ipponnal a parketre. Spanner László készülődik a szabadrúgáshoz. 10,5 méterre a kaputól a labda. Spanner lövje levágódik a sorfalról. Az első félidő utolsó percében járunk. 0-0-ás mérkőzés állás. Őrsi. Őrsi, Mák, picit bizonytalan, megzavarta a pörgő labda. Tóth, Kolár,
Wieger. Németh veszi el tőle a labdát, és aztán végül Spanner László ment szögletre. Most már letelt az első félidő rendes játékideje, Borbély és Spanner Zsolt vetődik ki. És nem is játszanak tovább az első játék részben a csapatok. Alacsony színvonal, komótos iram, 0-0-ás eredmény. Ennyi az első 25 perc összegzése. Tehát 0-0 az első fél idő után. Reméljük, hogy valamelyest felpörögnek a csapatok a második játék részben. Azért kis pályán meglehetősen ritka a gól nélküli játék. Nézzük, hogy szerepelt a két csapat az 1B-s bajnokságban tavaly. A Fehér Víz 26 mérkőzésen 22 győzelmet szerzett és 4-szer szenvedett vereséget, 123 lőtt, 47 kapott góllal, 66 pontot szereztek. A fészeképítők, tehát a korábbi, a jó rádió elődje, 26 mérkőzésből 14 győzelem, 4 döntetlen és 8 vereség, 88-46-os gólkülönbség, és a pontjaik száma is 46 volt akkor. Wieger lövését hárította Mák kapus közben. Aztán megint Máknak kellett kijönni egészen a hatos vonalig. Wieger. Spanner. Jó rádió szabadrúgás. Kolár a labda mögött. Mák véd. Nem volt rossz a lövés. A kapus jól helyezkedett. Tóth. Wieger. Egy szabadrúgás azonban most a másik oldalon. Szinte ugyanakkor a távolság, mint az imént. Túl kombinálták. Kolár. Rossz a passz, Borbély lépett közbe. Aztán Kolár javítja hibáját. Visszaért Borbély elé. Németh. Bedobás. Dobhatnak a sárgák. Tóth kezében a labda. Pirka fejelt. Nem jelentett különösebb veszélyt a jó rádió kapujára. Zsidej. Buda a vonal mellett szelídíti meg. Spanner László. Zsidej sarokkal tette volna tovább. Lacóban azonban elakadt. Borbély. Lacó. Németh. Hát ezzel talán lehetett volna mit kezdeni. Tóth Zsolt azonban megilletődött, hogy átpattant a labda Wieger feje felett. Kolár. Wieger. Tóth lépett közbe. Kolár emeli előre. Buda kapáslövés mellé. Lacó végzi el a kirúgást. Buda. Tóth.
Borbély, Kirka, aztán ismét Tóth a labdával, Barát, Víger, Spanner, Mákvéd. Egy gyors kontrakció a Jó Rádiótól. Spanner László próbálkozását Mák azonban védte. Üresen marad a kapus, illetve a kapu. Víger lövése levágódik Borbéról. Buda. Víger, Buda, Zsédejnek hátra. Spanner, Lacó mellett lőtt el. Spanner László a legaktívabb játékos a Jó Rádió együttesében. Víger, Kolár. Lacó érkezett tisztázni. 32. perc, 0-0 az eredmény. Kolár bedobása. Barát vágja ki. Zsidej. Víger. Kolár. Borbé most szorosan és eredményesen őrizte Spanner Lászlót. Tóth. Zsidej. Nem hagyta, hogy leforduljon. Tóth bedobása. Víger tisztáz fejjel. Újabb bedobás, most a másik oldalon a Fehér Víz javára. Tóth Spanner Zsolt ért át a másik oldalra. Borbé. Lacó. Fölé. Egyik kapustól a másik kapusig száll a labda. Víger labdát szerez, Buda mellé. Létszámfölényben voltak a piros mezesek. Víger labda szerzését követően Buda azonban elvétette a kaput. Nem oda Buda, gondolhatja Márton. Lesz még javítási lehetősége, hiszen még csak a 33. percben járunk. Igaz, egyelőre a csapatok nem mutatják hajlandóságukat arra, hogy eltalálják a kaput. Borbé. Víger Lacóról vágódik le. Borbé, Tóth, Tóth Zsolt készülődik a szabadrúgáshoz. 10 méterre a Jó Rádió kapujától. Nagy a helyezkedés és a magyarázás. Barát. Végerről vágódott ki a labda a játéktérről. Ő robbant ki a sorfalból. Borbé. Kolár fejeli le. Szabadrúgás lökésért a Jó Rádió javára. Spanner, Borbély, Tóth,
pirkamozok keresztbe, és el is találja a saját játékosát. Mármint Tóth Pirkát. Forvéj. Viger. Spanner. Borbély. Tóth. Kolárral szemben. Tóth még mindig. Buda lép közbe. Borbély. Pirka. Újabb szabadrúgás. A Fehér Víz végezheti el. Barát Barázs a labda mögött. Tótnak gurította le, aztán visszakapta volna. Egy picit azonban túlpördült a labda. Ez pedig kirúgás, hiszen Pirkáról pattant ki a labda az alapvonalon túlra. Őrsi József a pályán ismét a Jó Rádió együttesében Spanner Lászlót váltotta. Aki sokat dolgozott eddig, egyelőre eredménytelenül. Őrsi a 2001-2002-es első osztályú bajnokság gól királya volt. Tehát illene, hogyha rezdítené a hálót, hiszen egyelőre igencsak hiányát szenvedjük a találatoknak. De tőlem akár a másik oldalon is a gólvonal mögé piszkálhat a kapus. Nem vagyok részre hajló. Viger. Knaus. Zsidej. Őrsi még megmenti a vonal előtt. Buda. Borbély emelte előre. Viger. Buda. Zsidej. Viger lövi el. Mák véd. Borbély megpróbálja a védők mögé emelni a labdát, mint a hátul tartózkodó játékosok mögé, hogy abból indulhasson játékos társa, de ezt lefülelték. Fehér Víz szöglet a mérkőzés 38. percében. Tóth. Pirka nem talál fel a labdát. Őrsi. Ő elveszti. Zsidej. Őrsi kapja vissza, aztán jobb lábbal lő, fordulásból a kapu mellé. Borbély. Tóth. Knaus állta útját. Tóth Zsolt készülődik szabadrúgáshoz. A Jó Rádió kapujától 9 méterre Barátnak gurítja le. Barát még tol rajta egyet, aztán még egyet, most már teljesen átkeveredett a túloldalra, és mint a kint lett volna a labda, de lehet, hogy teljes eredelmével nem gurult át az oldalvonalon, így Spanner Zsolt kirúgással hozhatja játékba a labdát. Borbély fején csúszott meg, szöglet. A 40. percben járunk már, és továbbra sincs gól. Buda nem találta el a labdát. Aztán Borbély ugrik ki és hozza fel a játékszert. Pirka hosszan szögtette magát, rosszul vette át. Újabb kirúgás következik majd. Viger.
Őrsi. Barát jól használta ki testi erejét, és aztán jól centerez középre. Pirka érkezett, és Spanner Zsolt ezzel nem tudott mit kezdeni. Megszületett az első találat a mérkőzésen a 40. percben, tehát vezet a Fejér Víz csapata a gólszerző Pirka János. Megtört a jég tehát. Reméljük, hogy az utolsó 10 percre most már potyognak majd a gólok. Pirka, Tóth, Spanner véd. Egy jó rádió hiba elég volt ahhoz. Most már így a 40. percben, hogy a Fejér Víz megszerezze a vezetést. Ezt a kontrát most nem tudták kivédekezni a piros mezesek. Újabb Fejér Víz szabadrúgás. Barát. Legurította Lacónak, Spanner védte a lövést. Zsédej. Buda. Spanner Zsolt. Zsédej. Nausz. Tóth gyűjti be a labdát, aztán ügyes mozdulattal gurítja le Pirkának, aki lő, de Víger állta útját a labdának. Tóth esik el, nem történt szabálytalanság. Víger, Borbé állítja meg a jó rádió akcióját. Még a piros mezesek tér felén Őrsi, Lacó. Tóth. Zsédej lépett közbe. Lacó. Lecsúszott a lábáról. Buda. Rossz helyre. Tóth. Rálép a labdára. Knausz elsodorja. Buda. Nagy lövés. A bal kapufáról vágódik ki a labda. A mezőnybe vissza. Nem volt szerencséje a jó rádiónak. Buda Márton megszerezhette volna első gólját a jó rádió színeiben tét mérkőzésen. Ez még várat magára. Buda. Zsédej. Víger. Spanner Zsolt. Visszakapja a kapus. Víger. Borbély két ember közül lép ki. Nem is volt rossz a jobblábas lövés. Centiméterekkel került el a jobb kapufát. Víger. Barát előzte meg Zsédejt. Barát. Borbély. Fölé. Víger. Spanner László ismét a pályán. Spanner. Mák kapus védett. Különösebben nem kellett tornáznia. A 45. percben járunk. 1-0-ás Fejér Víz vezetés. Tótról megy ki a labda. Spanner Vígerrel vált.
Őrsi esik el a hatos vonalon. Két sárga mezes, egy piros mezessel szemben Tóth. Víger érkezett hátra, és tisztázott. Fehér vízbedobás. Tóth Zsolt kezében a labda. Szöglet. Spannerről ment ki. Barát sarokrúgása. Aztán Barát bedobása. Tóth. Jók a cselek. Spanner Zsoltot a kapust már nem tudta becsapni. Még mindig ott pattog a labda a kapu előterében. Buda próbál felszabadítani. Pirka szeridíti meg, aztán Buda lép közbe. Borvéj. Lacó. Föl a magasba. Kirúgás. Pirka ért bele utoljára. Őrsi. Ez szép volt. Budának gurítja le, de Pirka visszaér. Spanner. Nauz. Ez átszállt a kapu felett. Lacó. Tóth. Buda veszi le. Borvéj bedobása. Víger. Kint van. Közeledik a mérkőzés vége. A Jó Rádiónak most már hajráznia kellene. Borbé veszi el a labdát. Pirka újabb nagy lehetősége. Most a kapu fölé lőtt. Spanner. Őrsi. Valamivel több mint 2 perc van hátra a rendes játékidőből. Víger. Spanner Zsolt. Spanner László. Buda. Spanner kapja vissza. Borbé járította meg. Barát vezeti fel a labdát. Barát még mindig. Barát lő. 2-0. Spanner Zsolt ezt egy picit elnézte. Talán nem tudta hárítani a lövést. Megpattant rajta a labda, ami a hálóba vágódott. Egy újabb kontraakció a Fehér Víztől, és már 2-0-ra vezet a sárga mezes csapat. Úgy tűnik, most már egyre kilátástalanabb a Jó Rádió helyzete, hiszen nagyon nehéz 2 perc alatt ledolgozni a 2 gólos hátrányt. Persze nem lehetetlen. De eddig a mérkőzés folyamán nem lehetett érezni azt a tüzet, azt a lendületet a Jó Rádió játékában, amely arra utalhatna, hogy meg lehetne csípni az 1 pontot a még hátralévő 1,5 perc alatt. Zelei, illetve Buda, elnézést. Most Zelei a labdával, és aztán Lacó érkezett. Szöglet. Mák húzza le a magasból a labdát, amit Tóth fejelt hazafelé. Borbély, Kolár, Zelei. Borbély érkezik vissza. Megkezdődött az 50. perc is. Buda, rossz helyre. Pirka, Spanner kapus
szelidítette meg. Nagyon nehéz dolog egyébként nem volt. Spanner László. Buda. Őrsi. Buda. Spanner László. Borbéról vágódik le. Fegyelmezetten beáll védekezni a Fehérvíz, aztán olykor-olykor letámadják a labdás játékost. Ott is éppen ezt tette Barát. Letelt már a rendes játékidő, 2-0-ra vezet a Fehérvíz, és minden bizonnyal marad is ez a végeredmény. Kolár. Spanner László, a játékvezetők még engedik a játékot. Hát, ha a szépítést megszerzi a Jórádió, de már erre sincs ideje a pürösmezeseknek. A Fehérvíz tehát 2-0-ra nyeri az újonc csapatok csatáját. Azt kell, hogy mondjam, megérdemeltem. A színvonal nem volt egetverő. Minden esetre gólt azért láttunk. Ugye, attól tartottunk, hogy ebből kimaradunk még az első fél idő után. Tehát még egyszer a végeredmény. Jórádió 97.1, Fehérvíz 0-2. A 2003-2004-es bajnokság második játékhetén rengeteg gólt termeltek a csapatok. Következzen a forduló összefoglalója. A bajnoki rajton diadalt arató két együttes összecsapása nyitotta a második játékhetet. A várakozásoktól eltérően az Old Boys Bretton RT találkozó nem hozott szoros csatát. A pirosfehérben játszó Bretton végig irányította a játékot, és az első félidőben 3 gólos előnyt szerzett. A folytatásban sem állt le a tavalyi bronzérmes gólhengere, az Old Boysnak csupán egy szépítő találatra futotta erejéből. Az öreg fiúk csapata egy új arcát mutatta meg a második fordulóban, és ez a Fizi Miska a Bretton RT 7-1-es győzelmét hirdette. A második fél idő elején azért még kellett figyelnünk, mert ott még megpróbálta az ellenfél, hogy összekapja magát, de szerencsére türelmesek voltunk, és az eredmény is mindig úgy alakult, hogy nem kellett szaladni az eredmény után. Mi volt az, amivel tulajdonképpen eldőlt már a meccs az első fél időben? Hát szerintem az első gól az nagyon sokat számított, és türelmesen játszottunk, és tudtunk koncentrálni. A mai meccsen a Breton lefutbozott a pályáról bennünket. Folytatás? Eddig sem a bajnoki cím volt a célunk, szeretnénk olyan 6 és 10. hely között végezni, biztosan bennmaradni. A klubfeca első fordulóbeli kisiklását a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz ellen kívánta felettetni. A piros mezes, a bajnoki címre is eséllyel pályázó feca szerzett vezetést, sőt az első 25 percben már 3-ra nőtt találatai száma. A MÁV próbálkozott, mezőnyben kemény csaták folytak a labdáért, és a reménysugarat egy szépítő gól jelentette a vasutasok számára, de a fény gyorsan kihunyt. A klubfeca határozott játékával bebiztosította győzelmét, és végül 5-1-re nyert. Azt hiszem, hogy végül is ennyivel jobb csapat, többen is voltak, sorokat tudtak cserélni. Egy cserénk volt, de azt hiszem, hogy ennyivel jobban játszottak ma. Folytatás? Jó kérdés. Nem tudjuk, azt hiszem, nem őket kell megverni. Tavaly is azt hiszem, negyedikek lettünk, most is cél valahol itt megállni. Készülünk a további meccsekre és megyünk tovább. Meg voltam elégedve, hogy nagyjából a játékkal. Vannak még hiányosságok, azokat pótolni kell, csak hát meg is sajnos ezek a fegyelmezetlenségek, ez úgy néz ki, hogy nagyon kemény szankciókat kell alkalmaznunk, hogy ezeket megszüntessük abszolút a csapatnál. Mivel tudtátok megnyerni a mai mérkőzést? Többen is voltunk és már megfelelően játszottunk. Megvoltak azok a meghatározó játékosok, akiket tulajdonképpen kezdőként számítunk rá, tehát kezdőcsapatban helyük, és ezek a játékosokkal azért könnyebb mindrészt taktikailag is, meg úgy csapatszerkezetileg is megvalósítani ezt az elképzelést, amit mi szeretnénk. Nagy küzdelem volt jellemző a maratonsport és a C plusz V Atlantis Pub találkozójára. Az első játékhetet győztesen záró zöldmezes maratonsport nem szakította meg lendületét, és a félidő közepén megszerezte a vezetést a C plusz V ellen. Ezt azonban a kékek nem hagyták annyiban, és a szünet előtt egalizálták az állást. A második játék részben sok helyzetet alakítottak ki a csapatok, de gólt már csak a fegyelmezetten játszó C plusz V Atlantis Pub tudott rúgni, és így 2-1-re nyerte a szoros összecsapást. Hát hihetetlen, hogy egy ilyen öreg csapat, idézőjelben öreg csapat szétfutott bennünket, azt kell, hogy mondjam, és persze lekontráztak. Úgy gondolom, hogy ez hozzásban egy problémákat vett fel. Akkor itt volt a gond?
Igen, alapvetően hozzáállásban. Hát mondjuk az látszik, hogy náluk azért a leginkább a labda szalad, ugye ez azért egy képzett csapat, de be kellett volna, hogy beláljuk őket, az a véleményem. Én úgy értem, hogy a múlt héten is legalább ugyanígy játszottunk, akkor pehesebbek voltunk, mert nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, és egy szerencsétlen vereséget szenvedtünk. Hát ez a sors igazságtalanság lett volna, hogyha el se sikerül. Úgyhogy azt hiszem, hogy mondjuk kiélezett mérkőzés volt, tehát az ellenfélnek is megvoltak a lehetőségei. A Fevita az 1B-s bajnokot nagy arányú győzelemmel hűtötte le a múlt héten, így a másik újonc Dekkebó ellen is gólgazdag mérkőzésre lehetett számítani. Gólokban nem volt hiány, sőt a meglepetés sem maradt el. Hiába birtokolta többet a labdát és alakította ki helyzetek sorát a sárgamezes Fevita, a Dekkebó a kontrákból szerzett gólokkal elhúzott ellenfelétől. A szünetben már 5-1-re vezettek a zöldfehérek, a folytatásban pedig növelték előnyüket. A Fevita az utolsó 10 percben még kozmetikázta az eredményt, és végül 10-5-re nyert a Dekkebau. A 2002-2003-as első osztályú és 1B-s bajnokság ezüstérmesei mérték össze erejüket a Track Trailer Köfém 2 Bonbon találkozón. A kékmezes újonc Track szerzett vezetést kihasználva egy védelmi hibát, de a Bonbon gyorsan egyenlített, sőt megfordította az állást. Nehezen bírtak egymással a csapatok, kiegyenlített volt a küzdelem, a labdát többet birtokló Bonbon nem tudta saját játékát játszani, és a fehérmezesek a szerencsével is hadilábon álltak, a kapufák többször is a Track segítségére siettek. Az ezüstös csatán végül 3-3-as döntetlen született. Az első fél időben az ellenfélnek több lehetősége volt, kihagyták, a másodikban nekünk volt több lehetőségünk, mi is kihagytuk, de úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született. Szerencse is elpártolt egy picit a Bonbontól, sok volt a kapufa. Igen, a végén már a kapkodás nem hozott olyan pontos játékot, amit kellett volna. A kapufa is az ellenfél segítségére volt, de úgy gondolom, hogy nem játszottunk úgy, ahogy elvárható lett volna. Az ellenfél újonc csapat lelkes volt, ügyesen is játszottak, tehát mindenféleképpen rászolgáltak az egy pontra. Úgy érzem, hogy azért szerintem egy vagy két góra jobb volt az ellenfél. Nekünk is volt helyzetünk, de azt hiszem, hogy játékban jobbak voltunk. Talán egy góllal kettővel jobbak voltak mindig. Az első fordulóban csúfos vereséget szenvedő Turullánynak volt mit köszörülnie a csorbán, és a bádogos ellen szerettek volna javítani a kékmezesek. A Turul ideiglenes kapussal vette fel a küzdelmet, de nem csak ez eredményezte az újabb méretes zakót. A görcsösen támadó Turult kontrákkal lepte meg a bádogos, és tulajdonképpen már az első fél időben eldöntötte a 3 pont sorsát, ekkor már 6-0 volt az eredmény. A Turulán játéka teljesen szétesett, a játékosok kedvüket vesztették, és a bádogos tovább termelte a gólokat, sőt a zöldek a kapufákat is jócskán tesztelték. A Turula végén szépített, így a bádogos 10-2-re nyert. A korábban szernapokat látott Turulán 2 mérkőzésen 21 gólt kapott. Mai meccsről csak annyit, hogy fantasztikus volt, hogy mi 10-15 helyzetből egyszer betaláltunk, ők szerintem itt a végén kapufákat rúgtak, de addig minden helyzetükből gólt rúgtak. Nem volt ugyan kapusunk, de nem arra lehet fogni. Nem tudom. Nem igazándiból mondanám erősséget. Én igazán azt mondom, hogy próbáltak a játékosok azt csinálni, amit megbeszéltünk, passzolni, és eredményesen helyzeteket kihasználni, de ez az ellenfél hozzá kellett, mert szerintem nagyon rosszul játszottak gyengén. Nézzük az első osztály eredményeit. Old Boys Bretton RT 1-7, MÁV Albakerámia 57 Kft. Kronosz Klubfeca 1-5, Maratonsport C+V Atlantis Pub 1-2, Fevita Dekkebau 5-10, Jó Rádió Fejérvíz 0-2, Track Trailer Bonbon 3-3, Turulány Bádogos 2-10. A tabellát két forduló után a bádogos vezeti, 6 ponttal, második a Bretton RT szintén 6 ponttal, harmadik a Bonbon 4 ponttal. Negyedik a Dekke, ötödik a Feca, hatodik a Fevita, hetedik a C+V, nyolcadik a Maraton, kilencedik a MÁV, tizedik a Fehérvíz, tizenegyedik az Old Boys, tizenkettedik a Track Trailer, és akik egyenlőre még pont nélkül állnak, az a Jó Rádió, valamint a Turulline. Nézzük az 1B második fordulójának eredményeit. Széphő Alba Logisztik, Alba Komplett 6-1, Total Food, Opsitos 5-3, Placbau Coral 2-1, Poyák BT, FC Chelsea 3-6, Shell Gas Cooper SC 2-5, Ságépítő Prisma, Duplex 2001 Kft. 1-3, Pici Csel FC Más Tészta 3-0. Itt a tabellát az FC Chelsea vezeti, második a Cooper, harmadik a Duplex és negyedik a Pici Csel, mind a 4 csapat 6-6 ponttal áll a tabellán.
Kedves nézőink, a jövő héten, azaz a harmadik fordulóban a Dekkebau a Fehérvízzel, a Bretton RT a MÁV-val, a C plusz V a Fevitával, a Jó Rádió a Turulline-nal, a Bádogos a Trákkal, a Bombon az Old Boys-szal, míg a Klubfeca a Maraton Sporttal csap majd össze. Kedves nézőink, immár az interneten is elérhetnek minket, hogyha a műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket szeretnék megírni, mindezt megtehetik a kispálya@fehervartv.hu e-mail címre. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor média partnere a Jó Rádió.